Ladies and gentlemen, Habosi Barney, Henry Kettner és Török Ábel. Trió, két órás élő show a 98.6 Manna FM-en minden pénteken 19 órától. Tudjuk, mit csinálsz péntek este. Gyönyörű szép estét kívánok minden kedves hallgatónak, ez itt a Trió a 98.6 Manna FM-en. Eléggé utolsó pillanat volt, Barney, azt nagyon, épp, hogy beestem ide. Most hol voltak? Volt egy kis dolgom. Kettő órás élősóval jelentkezünk nektek minden péntek este 7-től este 9 óráig. Hallgassatok minket az ingyenes applikációnkon, illetve most már láttok minket a Facebook Live-ban is. Sziasztok, ott kommentelni. Amúgy mi is itt vagyunk, hello, szia, Török Ábel. Illetve Kettner Harry. Jaj, jó, legyen Kettner Harry. Előre is elnézést kérek, aki néz minket online, hogyha néha felállok, nem mondjatok majd semmit, kicsit repett a bordám, meg kaptam egy rugást, úgyhogy néha egy ülve beszúr, úgyhogy lesz olyan, hogy fel fogok állni. Jó, úgyis talál itt a mikrofon. Úgyhogy kényelmes lesz. Egy szórakoztató baráti, tabuk nélküli beszélgetés a mai is. Extra vendégekkel, viszont már sokat spoilereztünk szerintem. Már szerintem ma elmondta, eddig nem szoktuk elmondani, hogy ki lesz a vendégünk, de ma kettő vendégünk is lesz, és szerintem mondjuk el, hogy kik lesznek. Kezdjük azzal. Mondjuk el. Mondjuk el? Mondjuk el előre. És hogyha csak így utalnánk rá? Jó, akkor állartos énekes műsorvezető. És jön hozzánk egy világbajnok is. Így van, és így akkor van. Szerintem maradjunk ennyivel. Lesznek aktualitások is. Photoshop tilalmat rendelt el az egyik legnagyobb kozmetikai gyártó cég. Innentől nem lesz kisebb, ami túl nagy, és nem lesz túl kerek dolog se, ami igazából meg lett így hamisítva. Eljátszunk a gondolattal, hogy milyen lenne egy teljes Photoshop mentes világ. Na, csak kimondtam. Pedig ez angol szó, és ugye Photoshop, beszélsz. Igen. Jó, igen, nem American. Illetve valaki, képzeljétek el, hogy kapott egy csomagban egy kis meglepetést, ezt még nem lőjük le, hogy micsodát. Ma nem néztem meg mindig a brittek, kíváncsi vagyok. Miért mindig a britteknél történik ilyen? Meg a brit tudósok is. Az angolok nagyon kavarnak ott valamit mostanában. Hát mert Brexit van, aztán ott most össze-vissza megy minden. Ilyen ajándékokat csempésznek a csomagokba, meg ilyesmi. Hú, és a hét sztori a kétségkívül, hogy történelmi jelentőségű interjút adott Meghan Markle és férje Harry herceg, akik Oprah Winfrey-vel beszélgettek arról, miért fordítottak hátat a brit király családnak, és nekik kiáró privilégiumoknak, hú, de nehéz az a szó. Privilégiumoknak. Durva dolgok derültek ki a brit királyi családról, és ennek kapcsán kellemetlen családnak bemutatkozásokról is fogunk beszélni. Volt már ilyen azért mindannyiunknak. Volt. Szerintem bőven tudunk erről. Kellemetlen bemutatkozások? Igen. Hát, de azért biztos. Nekem konkrétan egy pár hetet, vagy maximum egy másfél hónapja, de nagyon kínos. Apukának vagy anyukának szúrod a szemét, vagy valami. Vagy bejön az anyuka. Szó szerintem. Vagy bejön. Csak egy kicsit zavarcott. Bejön az anyuka, kicsit flörtölsz, és akkor egy kicsit kellemetlen, amikor... Micsoda? Jaj, nekem ilyen volt. Jaj, igen. Majd minden oké, srácok, jól vagytok? Jól vagyunk, mindenki köszönjük. Negatív? Negatív. Nem, nagy levegőnél szúra az oldalam, de egyébként jó. De nem a Covid miatt, nem a járvány miatt. De nem mondom, a repet bordám miatt. Az más, az mindegy. Az tök mindegy. Normális. Azt nem terjed át. Ez a Trió, a péntek esti show. Itt is vagyunk, nem kell sokat várni. És jöttek az üzenetek. Jöttek. Új, most most nagyon sok üzenetünk érkezett. Mi van, Harry, ki kaptál? Ezt kérdezik SMS-be tőled. Jobbulás, Harry, várjuk a vendégeket. Igen, egyébként kikaptam, hogy válaszoljak gyorsan. Kaptam egy rugást oldalra a bordára, és kicsit rosszul védtem ki. Igen, Barney, nem tudom irányítani itt az üzeneteket, így, akkor hogy te irányítod. Irányítom. Valaki azt írta nekünk, hogy elvesztettem, hogy Majka vagy Hosszú Katinka jön-e hozzánk. És? Nem. Nem, most még nem. Most még nem. Nem, hogy jó tipp. Igen, jó nem tip. Rossz ötlet. Ma még nem. Srácok, mi a véleményetek a Photoshopról? Szoktatok használni Photoshopot? Dehogy is. Tehát, hogy nem is az, hogy magatokon, de hogy saját fényképeken használtok-e Photoshopot. Hát akkor ma tehát nem úgy, hogy a saját testalkatodon változtatása, hanem a fotón. Csak így a fotón. Persze. Nem, nálam soha nincs ott egy ember se, amikor fotózkodom. Igen, és soha nem kell őket kiszedni. Igen. Na, hát az a lényeg, hogy az egyik nagy kozmetikai cég, gyártó cég megtiltotta azt, hogy használhassanak Photoshopot, és minden ilyen modell testalkatának, méretének, arányának és bőrszínének minden digitális változását tabuba tette be. Várj, de honnan tudja a cég, hogy Photoshopot rajta, bár egy anyajegyet le Photoshopolt a modell? Gondolom megkapják az eredeti képet, és annak kell
kikerülni. Nem a nyers képet kapják meg. Igen. Júj. Meg eleve, tehát hogy ha címlapra kerül valaki, az nagy valószínűséggel Photoshop. Hát az a rommá, tehát az a rommá. Ez teljesen, én erről pont a szakdogámhoz most olvastam egy tanulmányt, hogy a selfik sokkal hihetőbbek ugye egy rajongónak, mert az sokkal közelebbinek tűnik, mint egy címlapon. Félig értek egyet. Na igen, meg azért ott tök sok telefonban van ez a szépítő funkció. Oké, csak ott például azt érzed pszichológiailag, hogy jobban beenged a saját intim szférájába a selfie által, mint hogyha címlapon látnám mondjuk Selena Gomezra egy fényképet. És hogyha egy pucérképet rakok ki magamról. De miért csak egy nagy plakáton kint van egy selfie? Nem. Tehát, hogyha Instagram és ugye ja, címlap, úgy, igazából a kettő közötti különbség. Na mindegy, tehát, hogy ez a DAV nevezetű cég, hát ugye mindenki hallott róla, megtiltotta ezt a photoshopolást, és mostantól minden molett, nem teljesen tökéletes testű modellek érkeznek címlapokra, és hát ez így egy érdekes világ lesz. Szerintetek erre szükség volt, vagy van szükség, vagy ez pont egy olyan szakma, ahol kell. Belefér egy picit, belefér. Hát azzal adod el az egész terméket, tehát ilyen cégek azért lássuk, hogy a tökéletességgel akarják eladni a termékeiket. Tehát, hogy bőr, igen, tehát táncos, igen, ha ezt a szappant használod, akkor nem leszel pattanásos, tisztít, és nem az a tökéletesség, hogy photoshopolatlan? Tehát, hogy természetes? Igen. Nem. Miért? Nem rossz a természetesség, csak hogyha el akarsz adni egy szappant, ami mondjuk tisztítja a bőröd, és nem leszel tőle pattanásos, nem leszel tőle, mondjuk a ráncos az erős, de mondjuk pattanásos, és kiraksz egy képet egy pattanásos lányról, vagy egy fiúról, tök mindegy, és akkor reklámozod a szappant, akkor miért akarná megvenni bárki, hiszen én is így nézek ki, hát most akkor a szappan mit segít? Persze, akkor nem hat a szappant, de akkor lehet, hogy felkeresnek egy olyan modellt, akinek jó eleve az arcbőre. Az más. De eleve nincs, ott nem kell photoshopolni. De eleve nincs, hogy tökéletes. Szóval, hogy az, hogyha ránéz egy plakátra és látod, hogy neki tényleg minden egyben van, akkor egyből tudod, hogy oké, az nem lehet úgy. Hogy az valószínűleg szét van photoshopolni. Igen. Igen. Úgyhogy ez nehéz kérdés szerintem. Megvennétek egy olyan terméket, amit egy olyan modell reklámoz, aki nem feltétlenül a ti ideálotoknak felel meg? Attól függ, hogy persze, mi miatt. Hogyha hasznos, attól függ, hogy... Mondjuk egy fűnyírót. Mondjuk itt az a nehéz. Nem tudom miért. Itt az a nehéz, hogyha nem tudod, hogy hasznos-e a termék. Szóval, hogyha ez egy új termék, és még előtte nem próbáltad. Mire gondolsz? Hát, hogyha mondjuk meglévő termékről szól az egész, amiről tudod, hogy oké, működik, akkor én engem annyira feltétlenül nem biztos, hogy érdekel, hogy melyik modell van. Ez attól függ, hogy milyen célból akarom megvenni. Most megint a pattanásra jövök, nála ugyatok, de ha mondjuk egy pattanás kezelő krémet reklámoz egy cég, és kirak egy pattanásos hölgyet, aki mondjuk a krém használta előtt és krém használta után, és mondjuk mind a kettő természetes és tényleg segített, akkor simán megvenném. De hogyha kirak egy olyan utána való képet, tehát hogy használt utáni képet, ahol ugyanúgy néz ki kávé, akkor nem venném meg. Úgyhogy szerintem ezért kell egy kis utómunka, és nyilván ezzel jönnek is a cégek. Mi is használunk az utómunkát. Én legtöbbször arra szoktam tényleg, amit a Barni mondott, hogy a saját fényképeimen embereket eltüntetni, villanyoslopokat, a Tobinak a kutyám fejére kicseréljem az én fejemet. Egy kis úszógumit eltüntetni a menetszés képeken. Nem, én azt például nem. Ezt fog felnagyítani. Tehát én a saját testemhez nem nyúlok hozzá Photoshopba, csak tényleg az ilyen háttérelemeken, ami tényleg egy picit így tisztábbá varázsolja a képet. Letisztultál, igen. Az ilyen villanyoslopok, meg kábelek, meg ilyesmi. Ez mindig tök nagy dilemma, főleg nálunk influencereknél, hogy amikor megszínezünk egy képet például, hogy akkor is tökre néha annyira túlszínezzük, valljuk be, szóval előfordul az, hogy nem élethűek a színek a képen. Az is valamilyen téren azért torzítja a valóságot. Torzítja a valóságot, viszont én ehhez azt tudom hozzáfűzni, hogy szerintem az, hogy te hogyan színezed meg a fényképet, az is a te kreatív hozzátartozik. Igen, hozzátartozik a kreatívságot. Hozzátartozik ahhoz, hogy te, oké, lőttél egy fényképet, eredetileg nem lenne olyan jó a színe, de tényleg mit tudsz kihozni egy ilyen semmilyen fényképből színezésen keresztül. De más az, hogy a színeken változtatsz, kontrasztolsz, meg más az, hogy lefotoshopolsz magadról két mellbimbóc. Szóval, hogy azért ezt miért szednéd le? De, hát, az elég érdekes. Van plusz kettő. Nem, egyébként az a kedvenc, amikor valaki tényleg a kis oldalhájat, vagy leszedi a kis hibákat, amivel valahol nincs baj, tehát hogy így érzi magát, de amikor hibásan szedi le, és látszik, hogy el van nyújtva a képek. Igen, mögötte egy ilyen hullámzik a Balaton, vagy nem a Balaton. Az ebből, legjobb, amikor... kicsit behajlik valamelyik pol. Igen. Egyenes deszkák vannak, és akkor tényleg így egy picit meghallni. És ebben sok botrány volt. Tehát egy világsztároknál is volt ebben a botrány. Menjünk tovább a második témánkra. Képzeljünk el egy helyzetet, hogy rendelünk valami jó kis göncöt egy ruha webshopból. Már várjuk nagyon, hogy megérkezzen, csönget a postás, rohanunk ki, hogy megnézzük, hogy pontosan mi, hogyan néz ki, stb. És hát van benne egy kis állat. Kis állat? Egy kis állat. Idézőben kis állat, mondjuk egy pók.
Fogok. De egy ilyen fekete özvegy, hogy így megcsíp, és akkor hello? Mondjuk legyen az, aha. Jó, akkor ez... Ilyenkor mi az első reakció? Akkor elégettem az egész csomagot. Volt már ilyen? Várjátok, kezdjük az, hogy féltek a pókoktól. Én nem. Én igen. Ha meglátok a falotok, este lefeküdni, aludni, és látod, hogy mondjuk a fejed fölött mászik egy pók, mit csinálsz? Hát egy rakétát kilőd. Én megfogom az egyik lábánál, és kiteszem az ablakba. Barni? Hozzámesz érni kézzel? Jó, bár-e Barni? Én nem, én úgy merek hozzáérni, hogy... Van ez papucsa lett tőle. Az ágyból feldobom a papucsot. 6 darab könyv, és az ágyat is ráborítom. Nem, van ez a poharas trükk. Ezt általában a darazsaknál is használják, amikor igen. Az ablakon van. Na, a póknál is úgy, hogy rárakok egy poharat, alárakok valami kis papírt, vagy valamit, és megpróbálom kirakni a lakásból. Ledobod az ötödik. Hogyha nagyon nagy, akkor nem biztos, hogy én egy kicsit kegyetlenebb vagyok. Ha bármilyen bogár vagy pók bejön, akkor melyik a porcivóért? Leszedem a cső végét. Abba benne jössz, abba tovább ér benne. Meg ki is mászol. Ne, kiveszem a porcsákot utána, és nem mondom, hogy elégetem, de megnyomkodom, hogy abban ne ilyet úgy, akármi és van mi benne. És hogyha elfogy a porzsákod, mert nincs több, és még egy pókot találsz. Hazamegyek vátra, amikor... Komolyan, én nem alszok, tehát hogy nem tudok egy pókot... Jó, nyilván, hogyha mondjuk csináltam olyat, hogy ilyen 3 könyvvel így izomból nekiugrottam, amikor tényleg a porció valamilyen nem működött, de hogy... Én... Betört a fal. Nekem, olyan még nem volt. Nekem a pókokkal nincs olyan, viszont tényleg, hogyha ilyen béka vagy ilyen ugra neki belőle... Akkor és egy tarantula mondjuk, egy nagy. A tarantulától oké, az lehet, hogy... De mi egy póktól nem félsz, és egy békától békát, igen. Én nem tudok hozzá. Nem. De mondjuk undorító. Te a halhoz sem mersz hozzá. Én a halhoz sem merek. Tehát, hogy megsütve, igen. Térjünk vissza a témára. Tehát, hogy a csomagba úgy kapott egy csomagot, hogy benne volt egy pók. Igen, mondjuk ez veletek történne, ti utána mondjuk felmerni, mert mi az első reakciótok? Kivetitek? Visszacsomagolom és visszaküldöm. Tényleg? Hát megetettem a pókot. Attól függ, mit rendeltem. De mondjuk egy pólót. Hát akkor csak megölöm a pókot. És azt visszaküldöm. Nem, hogy ezt nem kértem. Nem. Megölöm a pókot, és... De hordom. Mondjuk utána a ruhát kirázzátok, azért belenéztek? Kimosom négyszer, ne viccelj. Kimosom. Nem tudom. Igazából én ettől nem ijednék meg. Tehát most a logisztikába belekerült valami. Oké, egy pók. Olyan is volt régen, energiaitalokba, energiaüdítőkbe került légy, vagy szúnyog, vagy valami ilyesmi, és akkor ebből is nagy botrány volt. Mennyiet megihatunk amúgy? Viszont igen, tehát igen. ott már para, amit tényleg így elfogyasztasz, mert oké, hogy egy póló így annyira nem zavar. Tehát, hogy... De ami a legundorítóbb, hogy általában ez fix tény, tehát hogy alvás közben életünk során nem akarok hülyeséget mondani, majd rákeresünk, de rengeteg bogarat megeszünk. Azt tudjátok. Mm-hmm. Tehát, hogy alvás közben esszük a pókokat. Pergőzt is eszi, nincs vele baj. Tehát, igen. Kis fehérje forrás. De szerintem tehát ez valahogy ez undorító, valahol pedig... Volt olyan, hogy rendeltetek valamit, és volt benne valami? Nekem egyszer egy ilyen, jó, az nem ilyen, tehát nem rossz, de hogy egy ilyen kis gumicukrot beletettek jó fejségből. Tehát ez jó, ez ajándék. Rendeltem valami vízipipát, vagy nem tudom. És kaptam elég gumicukrot. Ahhoz kaptam egy gumicukrot. Negatív dolog nekem soha nem volt, viszont ilyen kis ajándék, gumicukor, csoki, ilyet van olyan helyen, ahol rendszeresen rendelek, Pesten például, és például reggelit van, ahol rendszeresen rendelek, és egy csomószor raknak be kis üzenetet, kis gumicukrot, csokit, és megköszönik, hogy onnan rendelt. Ez tök jó érzés. Nekem olyan volt sokszor, egyébként tegnap is szerintem pont volt egy ilyen, hogy mondjuk szerintem az úgy lehet, hogy megmarad náluk valamilyen süti, amit csak azért se akarnak elvinni, és akkor lehet inkább odaadják ajándékba. Igen, kicsit már rágós, kicsit már... Hát kicsit ilyen zöld, meg valami más színe van, de nem, ez szerintem egyébként tök praktikus. Ha levágod a penészt a tetejére, és megeszed. Ez a Trió, a péntek esti show. Az előző blogban meglepetésekről beszéltünk, amik a esetleges rendeléseknél felbukkanhatnak, és Jutka írta nekünk, hogy gyári munkánál volt, hogy az alkatrészes ládában mérges kígyó volt. Ott azért lehet kicsit elgondolkodni róla, hogy azt mondjuk, mi lenne az első. Porcióval nem szívom le. Az eltartana egy De van még egy meglepetésünk most, Barni. Igen, ugyanis itt van az első vendégünk. Így van. Úgyhogy szerintem... És most következik a Trió sztárja a 98.6 Manna FM stúdiójában. Saolin Sándor, világbajnok 1000 méteren, rövidpályás, gyorskorcsival sportágban. Elképesztően hatalmas tapsot. Igen, van taps, de még sose elég. Gratulálunk neked. Sziasztok, jó estét, köszönöm szépen. Eddig nem izgultam, de most már a tapstól... Ekkora tapsot nem kaptam a versenyen, mert nem voltak nézők, de jó esik, hogy itt vagyok. Volt egyébként, nem egyedül jöttél, volt egy kísérőtársad, ő most hirtelen eltűnt. Igen, elhoztam Dinnyét, itt van az elembe. Dinnyének hívják?
Egy tacsi, itt van egy tacsi. Ó, nagyon cuki. Életem ivartalanítva lett, aztán nem képes megmaradni otthon egyedül, úgyhogy muszáj volt behoznom, úgyhogy remélem nem bánjátok. Dehogy nem. Nagyon aranyos. Csak szebbé varázsolja a stúdió. Kicsit kérdeznénk tőled, hogyha már itt vagy. Mikor kezdtél foglalkozni ezzel a sporttal? Hát foglalkozni most kezdtem el. Egész jól megy akkor. Nem, nagyon vicces, mert az edzőtársaim mindig azt hiszik, hogy mást mondok. 2005-ben kezdtem el amúgy korcsolyázni. És az edzőtársaim mindig azt mondják, hogy én 2010-ben, 2011-ben, és mindig később kezdek el korcsolyázni, úgyhogy mindig csak 4 éve korcsolyázok. De komolyan, tehát hogy amikor elkezdtünk korcsolyázni, öcsémmel az 2005 szeptemberében volt. Úgyhogy már egy jó 16 éve. 16 év alatt azért felértél a csúcsra, és milyen érzés így 25 évesen a csúcson lenni, és ilyen sikerekkel hazatérni Hollandiából, tesóddal? Hát, fel lehet dolgozni, vagy feldolgoztad már, vagy még annyira nem? Hát remélem, hogy nem vagyok még a csúcson, és lehet még tovább feljebb menni, és erre törekszünk. Azért egy sportolónak az életében ez a legnagyobb cél, hogy sose érezze magát a csúcson, és mindig éhes legyen újabb és újabb sikerekre. Nagyon jó érzés volt most Hollandiában nyerni, újra világbajnokságot nyerni, de a legfőbb célunk az mégiscsak a 2022-es pekingi olimpia. És hogyan készültek egy ilyen világbajnokságra? Oké, nyilván edzetek folyamatosan, de hogy ilyenkor külön még többet edzetek? Vagy ez, hogy történik egy ilyen folyamat? Hát a verseny előtt inkább rövidebb edzéseket csinálunk, gyorsabb sprint munkákat, hogy felébresszük a testünket ebből a monoton edzésből, és egy kicsit megváltozik, meg mentálisan próbálunk inkább ráhangolódni erre az egészre. Én hallottam olyat, bocsánat, hogy közbeszólok, hallottam olyat, hogy sok ilyen sportoló direkt nagyobb ellenállással edz, hogy későbbiekben a versenyen, vagy tényleg a fellépésen, de hogy a versenyen, könnyebb legyen. Tehát, hogy ilyenek, hogy tényleg maszkot használunk, meg hogy... Amikor én kajakoztam, én 9 évig kajakoztam, nem olyan szinten, mint ahogy te vagy, de hogy versenyszerűen nyomtam én is, és akkor például téglát raktunk a kajakba verseny előtt, úgy edzettünk, és a versenyen olyan volt, mintha egy papírhajóba ülnénk, hogy erre gondol az Ábel. Igen. Csak amikor ugye verseny van, azért az megint más, azért szerintem biztos, hogy stresszesebb is, akkor nem biztos, hogy arra figyelsz, majd teljesítményben előnyödre válhat. Hát ez az, biztos, hogy előnyödre válhat. Tehát ez a lényege, hogy ugye megszokod a nehezebb súlyt, nehezebb ellenállást, nagyobb ellenállást, és akkor könnyebb. Ilyen van esetleg a korcsolyában? Van, abszolút. A jégen nem szoktuk használni, de a száraz edzéseken nagyon sokszor használunk nyáron homokzsák mellényt, és abban szoktunk edzeni. Na, mint például. Igen, hasonló, egy ilyen 10 kilós, 15 kilós mellénnyel csináljuk a feladatokat. De és mi az, hogy szárazon? Mit jelent a száraz edzés? Tehát, hogy a rendes kondizás, és akkor annyi vagy hogyan készültök nyáron erre? Hát nekünk úgy néz ki egy napunk, hogy reggel 7-kor felkelek, 8-kor ott vagyunk a jégpályán, van egy órás száraz melegítésünk a jégre. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ugyanazokat a feladatokat csináljuk meg, amit a jégen, csak szárazon imitáljuk el azokat a feladatokat, amit a jégen csinálnánk. És utána felmegyünk a jégre, 9-kor mindenki fellép a jégre, fent vagyunk egy ilyen másfél órát, utána van egy még egy száraz edzésünk, utána van heti 3 masszázsunk. Azta. És azt mondjuk irigylem. Azért nem lehet egy egyszerű masszázs. Lehet nem irigyelnéd, mert megkínoznak minket rendesen. Még kapja jössz nekem minden? Igen. Szétmasszírozzák a lábodat, és volt olyan, hogy elmentem máshova is masszázsra, és ilyen elég gyengéden így masszíroztak, és így ilyen simogatásnak érzed már. Tehát, hogy ha nem fáj, akkor már érzed, hogy nem jó a masszázs. És úgy néz ki, hogy heti 2-szer van kondis edzésünk is, és minden nap van jeges edzésünk. És mondjuk az elmúlt egy évben, ugye most van a koronavírus, mindent tönkretett, ez mennyit változtatott ezen az egészen? Szóval most például néztem, hogy a világbajnokságon ugye a lelátó is üres volt, teljesen, hogyha jól láttam, de például az edzéseknél is vannak különböző szabályok, hogy nem tudom, külön kell edzeni, nem edzhettek csoportokban, hogy ez hogyan zajlott le most? Most is buborékrendszerben voltunk mi is ezen a versenyen. Általában egy évben 6 világkupánk van, egy Európa-bajnokságunk és egy világbajnokságunk, és most csak egy Európa-bajnokságunk volt és egy világbajnokságunk, tehát a 8 versenyből csak 2-t rendeztek meg. Csak. Igen, szerencsére megrendeztek 2-t. És óriási nagy különbség volt, tehát hogy teljesen más, hogy fáradtunk el. Én és öcsém 2-szer covidosok is lettünk, úgyhogy egy ilyen 2 hónapnyi munka ki is maradt, és így most kezdem el azt érezni, hogy újra a régi önmagam vagyok. És, ne haragudj, 2-szer?
Elkaptátok kétszer. Igen, igen, és képzeljétek, hogy pont ugyanazon a napon lettünk pozitívak mind a kétszer. És az két hónap az akkor így teljesen... A két hónap az teljesen off volt. Tehát az a baj, hogy az nagyon jó orvosi csapattal dolgozunk, és letiltottak mindenről, tehát nem engedtek semmit. Mondtam, hogy oké, otthon leszek, akkor biciklizek egy kicsit, de nem engedtek semmit. Nem, mert ilyenkor nem szabad megerőltetni a szívedet, ha jól tudom, mert átterjed a vírus. Tehát olyan szövődményei vannak a vírusnak, hogy sokkal rosszabb, hogyha megerőlteted magad ebben az időszakban. Még utána is, én is elkaptam, és hogy utána sem szabad mozogni. Tehát amikor jól érzed magad, 2-3 hét alatt túl vagy rajta, de utána sem szabad, ugye? Igen, nekünk azt mondták, hogy szép, lassú sétával kezdjük el, és annyira fura volt, hogy mi is sétáljunk, mi, hogy egy nap nem tudom hány órát edzünk, és akkor menjen sétálni, hanem köszi, de tényleg még a séta is megerőltető volt, tehát, hogy amikor mielőtt elkezdtünk újra edzeni, volt egy szívultrahangunk, egy szívemerünk, egy szívröngenünk, tehát, hogy mi a szívünket teljesen átvizsgálták. Aha. És ugye te a tesód ellen is versenyzel, ha lehet ezt mondani. Bizonyára felkészülés során tök motiváló, hogy együtt edzetek, együtt készültök a versenyre, de mégis amikor ott vagytok és egymás ellen kell versenyeznetek, ez ennek van hátránya, vagy milyen hatása van ez rátok? Inkább előnye van. Mi kiskorunktól úgy lettünk nevelve, hogy nem baj, hogyha csak egyikünk érmes, vagy valaki érmes, az mindig a családban marad, és ez mindig közös lesz, úgyhogy így egymás ellen soha nem szoktunk versenyezni. Nincsenek is ilyen viszályok, veszekedések, semmi? Abszolút. Szerintem életünk során, ha egyszer volt egy komolyabb veszekedésünk, akkor még talán sokat is mondok. Na most már tudok érmekkel dobálózni. Hogy... Hogyha jól látom, elhoztad nekünk, ezt megnézhetjük? Igen, abszolút elhoztam. Itt van az olimpiai aranyérmem is. Aztán. Most előnyben vannak a Facebookon nézők. Ebből csak 4 darab van Magyarországon, úgyhogy körbeadom, nézzétek nyugodtan. Hú, milyen nehéz. Mi az első reakció? Mindenkinek az első reakció, hogy milyen nehéz. Igen, igen. Na, tényleg nehéz. De és ez tömény arany? Jó lenne, akkor nem hoztam volna be. Elvihetjük bevizsgáltatni. Biztos adnak valami jó áratra. Ez tömör ezüst is aranyozva van, 508 gram, vagy valami ilyesmi. Mutatom a Facebook live-osoknak, mutatom. Itt van. Aztán. Én, amikor még versenyeztem, jó Jézusom, tényleg nagyon messze vagyok attól, ahol te vagy, de amikor én 9 évig kajakoztam, és tényleg jártam versenyekre, akkor azt én mondom, hogy nehéz, mert akkor ilyen országos versenyeken voltam egy-két külföldön, és azokat így megnyertem, akkor hát nem ilyen érmeket kaptunk azért, nekem így megfogtam, és azt a... Itt van a VB-s is, amit most nyertem, és így, hogyha most odaadom, akkor így látod a különbséget. Ez is viszonylag nehéz, de azért van különbség a kettő között. És az olimpia 2018-ban volt? 2018. február 22. Aha. És képzeljétek el, hogy 2018. február 22-e után, miután nyertünk, február, minden év február 22-e az a magyar korcsolyázás napja lett. Aztán. Ezért is egy tapsolt. Komolyan. Köszönöm szépen. Ilyen érvőn ez az olimpiai érvő, tehát ezzel mennék csajozni a bulikba. Tehát, így a nyakom. Le se vennéd. Mások ilyen aranynyaklánca járnak, így fognám, és ezzel mennék. Nagyon sokkal menőbb. Ami nálatok szerintem nagyon extra, hogy ebben a sportágban előtte itthon még nem nagyon volt ilyen nagyon kirívó teljesítmény, hogy úgymond ti most tök sok fiatalnak, ti vagytok a példaképei, szóval titeket követhetnek. Nem csak a mi sportágunk, hanem az egész téli sportokban. Tehát, aha, hogy ugye Magyarországnak előttünk soha nem volt még téli olimpiai aranyérme. Tehát mi voltunk a történelem során az elsők. Ez nagyon durva. Hát igen, nincsenek hegyek, nincsenek sípályák, nincsenek jégpályák. Tényleg egyébként ilyenkor, tehát ugyanúgy egy belső csarnokban van a jégpályátok? Tehát, hogy kell elképzelni? Tehát, hogy... Igen, egy ilyen fedett műjégen vagyunk, és olyan mint egy műkorcsiapálya. Ugye a palánkrendszer az nálunk olyan, hogy szivacs van végig körül, tehát olyan, mint a hokipálya, hogy palánk van, hanem szivacs van végig, és hogyha esünk, akkor az veled együtt kimozdul, tehát, hogy valamilyen szinten elnyelje az esés és a csapódást, valamilyen szinten biztonságosabb. Sajnos így is vannak még sérülések, de... Estél már nagyon? Estem már nagyot, de én inkább úgy estem, hogy a jégen ütöttem meg magam, nem pedig a szivacsban. Én azt még akartam kérdezni, hogy amikor kanyarodtok, azt láttam, hogy ugye a kezetekkel végig is nem támasztjátok magatokat, vagy nagyon nekem az volt a fura, hogy nagyon közel van a kezetek a másiknak a korcsolyájához. Hogy abban nem lehet ott baj? Milyen profi? Szerintem a történelem során még nem, vagy legalábbis én nem tudok róla, hogy valakinek levágták volna az ujját. Igen, de annyira közel vannak, hogy... Többször volt olyan sérülés kézen, hogy valaki mondjuk felrugott, hátra rugott, és így magad elé teszed a kezedet, akkor belerugnak a kezedbe. De a kesztyünk is vágásbiztos, és
általában nem lehet elvágni, szerencsére még az én kezemre nem léptek rá, de az azért tesszük le, ugye a balra kanyarodunk folyamatosan, azt azért tesszük le, nem megtámaszkodunk rajta, hanem ugye annyira gyorsan megyünk, hogy ne sodródjunk ki, ne vigyen ki az ív, ezért letesszük a kezünket, és így könnyebben a pályán tudunk maradni. Van, mi a következő verseny? Készültek most valamire? Van valamilyen cél? Hát nálunk általában a világbajnokság szokott lenni az utolsó verseny, az azt jelenti, hogy a szezon vége, és utána van egy hónapos pihenőnk, két hetet pihenhetünk, és akkor két hét múlva elkezdünk egyedül mozogni, és utána egy hónap múlva látjuk újra egymást a többiekkel. Aha. És októberben kezdődnek a kvalifikációs világkupák az olimpiára, lesz egy tesztversenyünk Pekingben az olimpiai stadionban, úgyhogy nagyon izgalmas szezon lesz, nagyon várom már. Hát sok sikert, sok sikert, és nagyon szépen köszönjük, hogy jöttél, Sanyi. Köszönöm, hogy itt lettem. Ez a Trió, a péntek esti show. Srácok, jöttek üzenetek? Fú, mennyi jött, Jézusom. Nagyon, nagyon aktívak vagytok, nagyon köszönjük. Köszönjük szépen, tényleg ilyenkor. Mondhatom? Mondjad. Már megindult. Fiúk, ha most hétvégén vagy a napokban lenne a születésnapotok, milyen programot szerveznétek, vagy mit találnátok ki úgy, hogy kb. Minden zárva, illetve állítak rossz idő is. Á, akkor átbulizni. Tök jó lenne. Egyedül ott a PlayStation. Nem, tényleg ez jó kérdés, amúgy mit csinálnánk? Vannak ilyen tök jó VR játékok. Aha, ez tök jó. Biztos tök jó lenne. Ezt tudom, hogy Barney Warzone-ozna. Hát ott is lehet ünnepelni. Azért lássuk, hogy hárman, azért, nem hárman, még plusz barátaink van, egy-két-három plusz barátja mindenkinek, hogy összejönnénk, nem? 10 fő a max, nem? Összejönnénk. Én azt hallottam most már, most nem tudom, nem akarok hülyeséget mondani, de hogy már nem is lehet gyülekezni, tehát az van kimondva, hogy otthon kell aludnod. Az oké, okay, de otthon se gyülekezhet? Hát de én sem reggel ötkor oké, de a többiek, akik nálad vannak, azok nincsenek otthon. De ezt nem tudják. Jó, viccet félretéve, akkor nem tudom, tényleg szabály ellenes úgy, akkor nem úgy csinálnám. Én ezt hallottam ma az edzőtől. Amúgy ez nehéz. Hát igen. Akkor valószínűleg magányosan otthon. Vagy tudjátok, hogy ez Zoomon? Úgyis most divat, vagy Skype-on. Nem tudom, én próbáltam egyszer olasz haverokkal zoomolni, így tehát bulizni így messziről. De úgyhogy fogyasztottatok alkoholt is? Aha, igen, mindenki megbontott egy sört, és akkor úgy beszélgettünk. Tök jó lehet. De tényleg egy sör volt, de nem olyan. Nagyon nem. Tehát válaszoljunk akkor a kérdésre. Sehol. Én elmennék kirándulni valakivel, egy emberrel, csak el lehet. De miért? Közösen is elmehetünk, nem? Kirándulni elmehet? Nem? De az már gyülekezés. De kint vagy. De csak... most ebben nem menjünk másfél méter. Nekem a kutyasuli is félbe maradt most, ugye, mert oké, hogy szabadban vagyunk, de nem gyülekezhetünk, mert nem vagyunk családtagok. Hú, hát és ahogy lehet ezt megoldani, hogy család összeházasodsz? Nem, szerintem... Mi hárman összeházasodunk? Figyelj, tavaly a szülinapom, március 25-én van a szülinapom, egyébként pont egy nappal később lesz a jövő hét utáni héten a rádióadásunk, 26-a a péntek, és tavaly például együtt ünnepeltük a szülinapom, emlékszel, Vácon laktunk, és amikor kiért tavaly, a járvány, most két évre emlékeztem, kitört a járvány, és emlékszem, hogy ültünk a teraszon, az Ati, a gyerek a legjobb barátom, én hárman, ott volt a kutyája még Atinak, és igazából csináltunk egy képet, hogy ez a szülinapom, és nem lehet. Maradó. De azt aláírom, de nem lehet bulizni. Akkor tényleg mit ajánlatok? Valamit, valahova menjen. Vagy vegyetek sok tükröt otthon, és akkor magad. Sziasztok, kedves trió tagok! Örülünk, hogy minden héten hallgathatunk benneteket többször is. Kellemes hallani egy ilyen jó csapatot tabuk nélkül beszélni. Köszönjük. Megvan bennetek a fiatalság, frissesség, de egyben a komolyság is. Éppen a trió logót modellezem 3D-be, és közben titeket hallgatnak. Wow. Na, várjuk, várjuk a trió logót. Szép. Mi lehet az autószerelő hölgye, mi lehet? Misi küldte. Fiúk, ha most hétvégén vagy a napokban lenne, igen. Ez már volt. Térjünk rá a következő témánkra, ami Harry Herceggel kapcsolatos. Át is adnám a magyar Harry Hercegnek. Vártam. Az Oprah interjú sok mindent helyre tett, de főként az, hogy a brit bulvár média Meghan ellen indított hadjárata nem csak a független újságírás számára volt káros, de a hercegi pár mentális egészségére is. Folyamatos színjátszás megy a külvilágnak, élték az életüket, és röviden ebből lett elegük teljesen jogosan. Srácok! Nagyon durvákat. Én félig belehallgattam az interjúban, nagyon durva. Igen, de lássuk be, hogy azért egy ilyen szintű családnak nyilván valamilyen szinten úgy mondom, van protokoll, csak az a baj, hogy annyira túl lett ez tolva, és annyira nem lett befogadva Meghan így az elején, hogy a Meghannek én
suicidal gondolatai voltak. Így nem tártad a magyar szót, semmi bajám. Tudnátok ilyen nagyon királyi, nagyon pompás életet vinni? Én nekem az a, tehát hogy szerintem ahhoz, hogy egy pár jól működjön, egy kapcsolat jól működjön, szerintem így anyagiakban is meg kell, hogy egyezzen köböl így meg. Hát meg egy korona meg egy jogar, nem? Nem, tehát szerintem meg kell, hogy egyezzen anyagilag is egy picit így a helyzetetek, meg tényleg így gondolkodásmódba is, meg talpra esettségbe is, tehát nagyon ilyen egyensúlyba kell lenni. És akkor a mesék arról szólnak, hogy ott van a királyi család, a hercegnő, a milliárdos, mondjuk a igen, és akkor ott van mindig egy fiú, aki beleszeret, aki abszolút jön a faluból egy kis kovács, vagy bármi, és abban szoktak általában a mesékbe beleszeretni a hercegnők, a gazdag hercegnők, akkor ez miért van így? Viszont hát azért meggondolom, hogy nyilván a mesék arra ösztönöznek, hogy azt nézd, hogy a belsője milyen szép valakinek. Így van, most szép mesék. Ne, viccelek. Nyilván szerintem fontos, de igen. Nagyon fontos a belső. Így van. De az első tulajdonság, igen, az első ítéleted az a külső alapján van. Így van, és két másodperc alatt azt tudtátok, hogy én olvastam egy ilyen tanulmányt, hogy egy nő 2 másodperc alatt, mondjuk egy buliba meglát. Szerintem bárki. 2 másodperc alatt dönti el, hogy kell ezt. Nem, vagy nagyon nem. Nem, tényleg, tehát 2 másodperc alatt dönti el, hogy bejössze neki, vagy nem. És szerintem ebben van valami, ellenben tényleg nagyon fontos a belső, és szerintem ez a félig értek csak egyet ezzel, amit mondtál Ábelén, mert szerintem nem anyagi szempontból, tehát nem egy szinten kell lenned egy lányra. Nem feltétlenül, közel egy, tehát hogy szerintem nem ez az értékrendtől függ, tehát lehet egy lány vagy egy fiú milliárdos, és beleszeret, ha az értékrendjük, a gondolkodásuk azonos, akkor összeért egy belőle. Jó, ebbe igazad adok neked, csak hogy szerintem tud segíteni, hogyha igen. A pénzben is azonos módon gondolkodtok. Egy plusz segédfaktor az így lehet. Figyelj, te Párizsit veszel, megnézed, mennyi a párizsi a csaj, hogy a gazdag megnézi, mennyi a jakt. Egyébként, ami durva volt az interjúban, hogy ilyenek derültek ki a királyi családról, hogy ilyen rasszista, kirekesztő és érzelemmentes az egész család, vagy hát a protokoll alapján. Simán tehát igazából kirekesztés azért, mert hogy Meghan nem tudott sehova menni, mert ugye, hogyha még el is akart valahova szabadulni, azt is csak egy külön sofőrrel tudta megtenni, és ugye ez a sofőrnek meg be kellett jelenteni, hogy hova megy. Hát gondolom örökkel, nem? Biztonsági örök. Örökkel, persze. Nem egyszer egy bulizni, még vácon, hogy mamma. Meg olyan is volt, ezt a Harry herceg mondta, hogy megvonták a pénzt tőlük. Ne. A pártól, és a saját biztonsági őröket saját magunknak kellett fizetni. Jó, azért én annyira nem féltem őket. Nem, de mert tehát a hagyatékból fizették. Ugye? Abból a pár milliárd fontból valahogy kifutott. Igen. Milliárd, igen. Igaz, de hogy ez durva? Meg hogy tényleg, hogy milyen színök lesz a gyerekeknek, ilyeneket kérdeztek. Nehéz, de egyébként az is durva, hogy mondjuk bekerülsz egy ilyen családba, mint nő, és hogy utána, tehát hogy most már azon, lehet, hogy tényleg beleszeret a férfiba, lehet, hogy azt látja, hogy ő kicsoda. És de viszont előtte nem kell azzal számolnod? Szóval, hát hogy te tudod, hogy egy királyi családba kerülsz be, akkor azért csak számolsz azzal, hogy itt ez mivel járhat. Számoltak is vele egyébként, csak itt nem mérettől, tehát így a fokozat, tehát túl sok volt az a kontroll, túl sok mindennek kellett megfelelnie, a protokoll az túl szigorú volt. De hát nyilván. De... És jó, ti melyiket választanátok, hogy leléptek, vagy jópofisztok inkább a családnak? Egy ilyen szintű, tehát nyilván valahol mindenki felvesz egy állarcot, amikor kilép a világ elé. Tehát amikor az utcára kilép egy hívjuk átlag embernek, nem egy királyi család, egy átlag ember, felvesz egy állarcot. Te például a herceg állarcot. Picit mindenki máshogy viselkedik, ha emberek között van, vagy egy olyan közegbe kerül, de egy ilyen, tehát hogy nyilván nekem megvan a célja, de jó lenne ennyi pénzt keresni, annyi pénzt ilyen helyeken, olyan helyeken, de mondjuk ilyenbe én biztos, hogy nem mennék bele. Tehát, hogy mondjuk egy vártam, hercegnő, mikor mondott ki, igen, hogy egy hercegnőt, hogy egy hercegnő, ha egy hercegnő mellé bekerüljek, akkor biztos annyi olyan negatívat kapnék, hogy csak azért mentél, vagy jöttél vele össze, mert hogy ő ez meg az, én ezt nem bírnám, és ezzel nem is tudnád bebizonyítani soha, hogy egyébként igen. Nem. Hogyha tényleg beleszeretnél, hogy nem is tudtad, hogy ő az, és egy buliba találkoztok, tegyük fel, és összejöttök, és 2 hónap után tudod meg, álomvilágban élünk. Egy ilyen királyi buliban. Igen. Akkor azért meg király volt a buli? Fú. A lényeg, hogy ha tényleg belezugsz valakibe,
és egy olyan emberbe zúgsz bele, aki utána kompromitál, akkor nem tudod bizonyítani, és tönkretesz szerintem téged is az, amit történik. Úgyhogy volt ilyen kínos sztoritok már, hogy otthon bemutattatok valakit, és valami baj volt? Nekem baj nem volt, nekem egyszer egy olyan volt, hogy egy nőszemélyt felvittem, csak így, azt hittem, hogy már alszanak a szülők, tehát hogy simán be tudunk menni a saját szobába. Hát nem, a édesapám még fenn volt, trikóba, alsógatyába, konyhába írta a füzetébe, nem tudom mit. Mit csinálsz te? És akkor így, szia, és akkor be kellett mutatni, de hát ugye nem volt semmi komoly. Adott egy ökölpacsit, amiket szép volt. Nem, így mondta, jó, fiam, menj. Aztán másnap kérdezte, hogy ki volt. Jó. Ne, hát mondtad, hogy elszakadt az egyik felsőt, és meg kellett varni, és ezért felhozod a hölgyet. Jött még üzenetünk, srácok. Sziasztok, imádom a csapatot, nagyon minőségi podcastetek gyártotok. Én is elgondolkodom még, hogy elkezdjem el haverommal. Kívánok sok egészséget mindannyiatoknak. Vigyázzatok magatokra. Ti is vigyázzatok magatokra, amíg elmegyünk egy szünetre. Ez a Trió, a péntek esti show. Ez itt a Trió, a 98 mondhat Mannert. Van egy vicces vendég, egy izgulós. Még előtte gyors egy üzenet. Sziasztok, srácok, Németországból követlek titeket. Az elejétől fogva minőséget hoztok, és még jobb, hogy ilyen fiatalon. Kívánom, hogy ne adjátok fel soha. Nyugi-bugi. Nyugi-bugi. Jöjjön a sztár vendégünk, srácok. És most következik a Trió sztárja a 98.6 Manna FM stúdiójában. Bence. A Trió sztárja. Ért már ekkora titulus? Meg fog szólalni? Van most egy 10 perc szünetünk. Ő nagyon izgulós Bence. Azt hallott. Nem tud megszólalni. Szevasztok. Jó van, semmi. Szevasztok! Hello! Pifettak. Semmi, csak ökörködtünk, ha nagyon izgulok. Hát azért jó, volt, nem? Biztos hozzászoktál már el. Nem, ilyen. Nem? Az ilyen nagy kaliberű műsorokhoz, tudod? Ritka, nem? Hogy elhívnak hát ilyen műsorra? Ilyen rádió műsorba. Igen, hát, hogy ilyen emberek kérdeznek. Hát nem a Balázsék, de majdnem. Bence, kicsit, az vagy olyan rossz, hogy azt kell mondani, hogy kicsit lazuljunk le, mert hát neked ez szerintem ilyen... Jó, akkor például lazuljunk le egy kicsit. Kik ülnek itt kint például? Mert nagyon rám ment két csajit. Az egyik a barátnőm. A másik, nem mondod. Másik nem, csak a szőke ment rám. Szőke ment az rám. Az kinek a csaja? Egy fiú is ül kint. A szőke? A szőke ment rám, az kinek a csaja? Nem mondod. Basszus. Fúr rám ment konkrétan. És a fiú nem? Na igen. Jaj. Bence, készültünk neked egy-kettő ilyen nagyon gyors kis kérdéssel. Villám. Csapjunk bele. És most következik a Trió sztárja, a 98.6 Manna FM stúdiójában. Élőben. Nem, mert kettőt nyomtam le. Kezdjük előről. Tehát akkor még egyszer. Lássunk hozzá. Mi a legnagyobb? De mi ez egy ilyen gyors kérdés? Persze, gyorsan, nagyon gyorsan, nagyon gyorsan. De. Mi a legnagyobb álmod? Hogy egyszer Henry Kettnerrel egy lakóbuszban utazhassam körbe a világot. És ez ilyen? Melyik három emberrel töltöd a legtöbb időt? A szerelmemmel, a gyerekeimmel, és egy barátommal, valamelyik barátom. Melyik három tulajdonságodra vagy a legbüszkébb? Nyugodtan egoista duma jöhet. Úristen, egoista duma, legjobban. Őszintén. Hát a jó felség. A jó képűség, természetesen. Nem, melyikre vagyok a legbüszkébb? Úristen, utálok éreket mondani. Mit tudom én? Gyorsan, gyorsan! Nem tudom robbanni, fog! Hogy egy rártérik! Teljesen bestresszel, de nem jó! Jó, akkor jöhet a következő. Nem tudok három ilyet, hát mi a három, mert nem tudom. Jó, mi az, amire soha nem leszel képes? Arra, hogy elmondjam azt, hogy mi az a három dolog, amiben a legjobb vagyok. Vagy mi a legnagyobb félelmed az életben? Hogy lezuhanok repülővel. Hú, ez jó. Ha bármi lehetséges volna, ma mit változtatná az életedben? Azért 10 perc csak, mert ennyire gyorsan kell volna. Mindjárt vége. Csak kétszer 10 percet vagyok, tehát nagyon sok kérdés. Mi akartál egy gyerekként a felnőtt? Motoros rendőr! És mi történt? Hol siklott ki? Miért nem az? Mennyivel jobb lett volna, hogy az leszek? Idő van. Lejárt? Elvisztettem? Köszönjük. Ennyi volt a blog. Jó van, köszi szépen.
Úristen, teljesen érzed, hogy lelazultál? Tehát, hogy... Az, hogy teljesen besteszted ez a zene, tudod? Még akkor is, hogyha így tudod, hogy nem tudom, 3 millió a tét, vagy 20 millió, nem tudom. De így stresszelsz, hogy tudd a választ. Igen, hát. Összességében neked hiányzik a rádiózás, Bence? Mert azért, hát azért olyan saját műsorod még nincsen Bence, a rádióban, Bence. Tudod? Egy Bence. Figyelj, én nagyon szerettem rádiózni egyébként. 2014-ben azt hiszem, egy évig rádióztam, a Music FM-en reggeli műsort csináltuk. Én ezt nagyon szerettem egyébként rádiózni, zseniális dolog. De most nincs. Most nyilván nekem másfelé ment akkor az életem, egyébként akkor ott dönteni kellett, mert volt akkor 5 műsorom a tévében, és egyszer nem fért meg a kettő egyszerűen egymás mellett. Én nagyon sajnáltam, hogy ezt fel kell adni, mert tényleg nagyon szerettem, meg zseniális műfaj. Hiszen ti is most már vágjátok így, hogy rádióztok, hogy tök más, mint mondjuk képpel bármit csinálni, mint egy vlogot, vagy bármit. Úgyhogy mondom, akkor másfelé ment el az életem, de tökre sajnálom, én nagyon szerettem rádiózni annó. Volt egy állomás az életedben, ami szerintem menő volt, most ezt így jófelségben mondom, de komolyan. De te csak Harry szerint. Többször azért nehéz bele magad. Igen, ő mondja, és egy darabot tudok. Sokat gondolkoztam rajta. Viccet félretéve azért elég sok... Most egy kérdés, az István itt van? Nincs, de amúgy a rádiónál van. Én úgy tudom. Nincs itt? Jöjjön már be. Alszik már. Ki az, aki péntek este ezt hallgatja? Most magunkat oltottál szarra. Na mindegy. Igen, azt lenne a kérdésem tényleg, hogy nagyon sok, tehát elértél azért elég nagy dolgokat már Magyarországon. Nem most komolyan azért ott van a mainstream média top listájában. Nem lehet komolyan kérdezni. De most megpróbálom. És, nem lehet komolyan beszélgetni, csak tudod, hogy így, tehát 3 ilyen fiatal srác, akkor tudod, így csak nem. Te is fiatal vagy, Bence, ne érezd magad szart. Igen, bejött az öreg bácsit. Bottal a kezébe. Sok embernek tényleg az a célja, főleg aki már ennyi mindent elért, itthon ezt kimondhatjuk, hogy külföld. És neked volt egy németországi állomásod. És az a kérdésem, hogy ez szakmai oldalról milyen érzés volt ezt megélni? Hogy jött ez a lehetőség? Milyen volt kint? Hogy jött, az egy nagyon hosszú történet egyébként, tehát egy nagyon furfangos. Ha van idő, elmesélem. Van még 6,5 perc. De a villámkérdésekről ítélve lehet. Megszület. Ne, de tényleg tök érdekes. Az, hogy alakult az ki, az tényleg egy nagyon kacifántos történet. Igazából egy nem hiszek a véletlenekben, de valójában egy véletlen volt egy találkozása. Egy műsornak a német licenc tulajdonosával futottunk össze az RTL-ben, és így kiderült, hogy így tudok németül, anyanyelvi szinten. De akkor tudtad meg. Hogy? Akkor tudsz németül. Felmerült, hogy lenne kedvem ott kint műsort vezetni, és akkor eltelt ugye utána még azt hiszem 1,5-2 év, mire aztán az X-faktor összejött, és egyébként meg nyilván nagyon örültem meg, hát nyilván egy óriási megtiszteltetés volt meg az, hogy ezt megélhettem, meg megcsinálhattam, meg hogy... Szóval, hogy igen, hogy én szerettem alapvetően, igen. Mik voltak a legpozitívabb és legnegatívabb élményeid külföld? Vagy hogy ha lehet ilyet, vagy hogy magyar viszonyításképpen mi az, ami jobb volt kint? Mennyivel volt jobb kint, mint itt? Így van. Erre utal az ábra. Hát, eszkortként az rossz volt. Az nem volt annyira jó. Most nem a dubajozásos kérdezik. Micsoda, hogy mi volt, ami jobb meg? Figyelj, más egyébként nem lehet ezt összehasonlítani. Nyilván Németország egy sokkal nagyobb ország, mint Magyarország. Értelemszerűen a média piac is kb. 10-szer akkora, tehát hogy minden olyan sokkal nagyobb, mindenre több pénz van, de alapvetően például, amikor megkérdezik, hogy itt jobb, vagy ott jobb, vagy tehát nincs ilyen például, hogy hol vannak jobb szakemberek, mert szerintem Magyarországon is nagyon jó szakemberek vannak. Köszönjük. Annyi, teljesen nem rád gondoltam. De hogy tudod, hanem, hogy annyi, hogy itt sokkal kevesebb pénzből kell megoldani valójában ugyanazt a színvonalat, mint amit kint csinálnak. Csak egy kisebbek a stúdiók, csak a műsorvezető ugyanolyan jó. Te tanultál. Meg a rádió műsorvezető. Tanultál egyébként németet? Vagy te honnan tudtál németül? Én kint éltem Németországban. Aha. Ott nőttem föl gyerekként. 10 éves hop-hop. Majdnem kérdezni. Először a kérdés. Valami igen, aki a Facebookon néz bennünket, biztos lehet, hogy hop. Így jelezzük egymásnak, hogy kikérdezem. Szóval, hogy igen, én 10 éves koromban kimentem, 10 évig kint éltem, aztán így nyilván ott tanultam meg, igen. Ott jártam suliba is.
nagyon érdekelne az, hogy például amikor beültünk először élőzni, az élőnek megvan a varázsa. Nyilván persze, ez nem neked kell mondani. De például mennyire, tehát itthon mondjuk egy X-faktor elindul. Izgulsz, amikor visszaszámlálás van és elindul, vagy mennyire izgultál, mondjuk Németországban ahhoz képest jobban izgultál, vagy milyen ezt megélni? Figyelj, szerintem egy élőnél bennem például mindig van egy ilyen kis druk. Én nagyon szeretek élőzni, tehát hogy az egyszerűen az teljesen más, akkor én is azt gondolom, hogy valahogy jobban koncentrálok, jobban pörög az agyam, mert sokkal jobban kell figyelni, mert tudod, hogy amit kimondasz, az kim van. Azt nem vonhatod vissza, az kész. Igen. És én éppen imádom azt az érzést, amikor már ott állok mondjuk a LED-fal mögött, és akkor tudod mondják, hogy 3, 2, 1, bám, és elindul bemész, a főcím. Igen. És elindul a főcímtől, és akkor így és már tudod, hogy mindig ordítok egyet így adás előtt. Kiadom a fesztivál. Nem volt ez elég hangos, mert már tudod mutatni hangosabban, léci. Szóval, hogy igen, és akkor megyek ki. Szóval nekem benne mindig van egy ilyen jó druk. Én és legelőször? Le, összecsináltam magam nyilván, de szerintem sokáig, meg tehát, hogy az ember azért szerintem nagyon sokáig izgul, meg vagy van egy, az elején szerintem izgul is, aztán meg ez átvált egy ilyen egészséges druk, ami viszont mondom, az kell, én azt imádom, hogy megvan, és ezért szeretek talán, azt mondhatom is, jobban élőzni, mert az ott kín van, ott mindent kell. De akkor hozzászokni nem tudsz, nem? Szóval, hogyha például most az itthoni X-faktorból. Figyelj, nyilván az, hogy idő után már nagyon sok mindent rutinból csinál az ember, tehát amikor már annyira megvannak a panelek, mikor már annyira tudod, hogy mikor mi történik, mikor igazából már nem történhet semmi, akkor nincs egy ilyen fajta izgalom, hogy úristen, akkor tudod, mi lesz majd, mert valójában tudod, hogy mindent meg tudsz igazából oldani valószínűleg, meg. De hogy mondom, szóval igen, ennyi. Nem húzom túl, nem mondom el még egyszer ugyanazt. Jó, nézők. Nézők? Nézők is van, leragadtam. Nézők a YouTube, hát TV volt. Jogos, nem YouTube, jogos, Facebook gyerekek. Facebook, ismerjük már legalább mi a social media platformokat. Kedves igen, hallgatók. A YouTube-on, bocsánat, az Istenest megy, ne keverjük. Mikor nézik, leszünk ott vendégek? Nézik is? Nem, ott az egy minőségi dolog. Ja, ne haragudj, nézik. Ezért már rajta 10 000 megtekintés. Ide sem miattunk jött, hanem az élő miatt. Hogy megérezzem a drukkot, tudod. Ez a Trió, a péntek esti show. Ez itt a Trió, 98.6 Manna FM-en vendégünk, Istenes Bence. Jöttek üzenetek egyébként, király a vendég, jó a hangulat, köszi srácok, köszönjük szépen, Júlia. És ez egy Istenes. Egy üzenet jött, mert úgyhogy... Istenes. Jött még egy, hogy... Andre, húristen, milyen, már nem tudok olvasni, hogy... Samu. Adri, anya nem volt Samu. Tehát, hogy így... Mondjad. Elvesztettem a kérdést. Valami olyasmi volt, hogy az X-faktor, hogy a Csillagszületik volt jobb levezetni. Melyik műsort volt? Szerintem a Csillagszületik, az sokkal jobb az volt. Az élő volt, amúgy nem. Nem, de azt nem én vezettem. melyik volt a legjobb? És akkor melyik volt a jó? Melyik volt a legjobb összességében? A legjobb a Csillagszületik. Mert azt nézted. Igen, mert azt néztem, nem kellett dolgozni. Igen. Melyik volt a legjobb? Esküszöm, nincs legjobb. Tehát nem tudok egyet ki. Egyébként, hogy jó, ha egyet ki kéne emelnem, akkor talán az állatos énekest mondanám. Mert az nem is élő. Az nem élő, igen, csak hogy az talán az, ami így a leglazább, ami hozzám talán így, ha azt nézem, hogy az én stílusomhoz, az igazi stílusomhoz mi áll legközelebb, akkor az egy ilyen kötetlen, a legtöbb dolog spontán történik, már mint ott, hogy nincsenek előre megírt dolgok, nincsenek hosszú konfók, nincsen, de ez, tehát hogy ez egy ilyen nagyon laza formátum, ahol igazából végig ökörködünk, a röhögésről szól, a egymás osztogatásáról, és az ilyet én nagyon szeretem, úgyhogy ha egyet ki kéne emelném, akkor talán az állatost emelném ki. Szeretem. Te tudod oltani Balázs, nem? Megpuszégatni, igen, néha megpuszégatni, de én bírtam, én szeretem a Balázsra együtt dolgozni. Egyébként ez tökre érdekel, és nincs ide írva, csak megkérdezem, srácok, hogy köztetek van ilyen rivalizálása, mert hogy itt ti ketten vagytok azért a fő arca, hiszen ezt kimondhatjuk. Hát ugye? Most már én, de szerintem... nem, egyébként nem, nincs rivalizálás, nem, ez nyilván a bulvár fújta fel, tehát hogy azért nagyon más műsorok illenek hozzá, meg hozzám is, azért mégiscsak van köztünk 10 év korkülönbség. Tehát ami nekem még jól áll, az neki már nem, ami neki már igen, az nekem még nem. Igen, szóval, hogy ő öreg, ennyit akartam mondani. Nem, szóval, hogy abszolút nincs ilyen. Tehát, hogy meg a karakterünk is igazából valójában tök más. Tehát, hogy ez a, igen. Szóval, hogy... Elkezdték kicsit komolyabban foglalkozni a YouTube-bal is, tartalomgyártás szinten. Miben külön, hogy kérdezzem, miben mi volt az indok erre?
hogy volt valamilyen fő dolog, ami ezt kiváltotta nálad, hogy esetleg kicsit szabadabban akartál beszélni, mint mondjuk egy tévéműsorban, vagy kicsit? Én azt gondolom, hogy ezek a platformok már együtt működnek jól szerintem. Uh-huh. Tehát, hogy erre sincs válasz, ezt is sokan szokták kérdezni, hogy akkor most igazából a tévé, vagy a YouTube, vagy a nem tudom, hogy szerintem ezek így együtt működnek, és hogy így együtt teljes most így az életem, azt érzem. Tehát én tökre szeretem a tévében azt, amit szeretek, tehát vannak olyan dolgok, amit ott szeretek, a YouTube az egy sokkal lazább, tehát nem lehet összehasonlítani a kettőt, és egyébként igen, tehát egyébként egy fontos platformnak tartom, egy olyan platformnak, ahol, és ezért kezdtem el, teljesen más oldalamat tudom megmutatni, egy sokkal kreatívabb tudok lenni, ott az én kreativitásomról szól, az én idézős alkotásomról, tehát az nem az, hogy én ember közelibb az egész, igen, ugye én akkor kezdtem még el blogolni, amikor kiköltöztünk Németországba, és akkor is szerettem volna az embereknek megmutatni, hogy mit élek meg, hogy mit megyek keresztül, hogy nyilván, amiről én vágtam, így csinálom. Az egyébként szerintem nagyon érdekes. Én csinálok. Én is akkor kezdtem el vlogolni, amikor Rómába éltem egy csomó ideig, és szerintem ez nagyon vonza itthon az embereket, hogy tényleg úgy bele kukkancsanak az életedbe, hogy tényleg egy másik országban laksz, és nekem is például azok a vlogok sokkal jobban teljesítenek, mint mondjuk az itteni pestiek. Tehát, hogy ezek unalmasak, azok jók voltak. Egyszerre neked is új az életed, és a nézőnek is és egy teljesen egy új világ. Igen, hogy az közösen élítek át. Most lesz egy saját műsorod, olyan az Istenest. Már van. Ez már második. Tájékozódott vagy. Jó. Bocsánat. Honnan jött? Na jó, akkor én most felálltam. Egyébként ezt a Harry szokta mindig mondani adásaink közben, hogy én most felállok és elmegyek, mert hogy valami megsértődik, és akkor kész. Nem, hogy ő tényleg felállt. Volt már a felállás. De nem a rádióban, de ahogy is soha nem csinál, van podcastünk is, YouTube-on biztos nem tudtál róla. Van ilyen. És ott volt már olyan, hogy figyeljetek, én 19.30-ig érek rá, és fölállok, és most fölálltam, és elmentem, tényleg addig értem rá. Tudod, elfoglaltam. Kimegy WC-re, persze, hova kellett. Honnan jött az ötlet ehhez, hogy saját műsort, tehát hogy komolyabb műsort gyártani YouTube-ra, tehát a vlogokon kívül? Figyelj, azért, mert ez is egy tök más műfaj, ami régen szerintem a tévében tök jól működött, most már szerintem ennek az online van a helye, vagy ott is mindenképpen, és én szeretem ezt a műfajt, és ez nem is nagyon van itthon, azt láttam, tehát hogy ez Németországban is, Amerikában, Angliában, mindenhol léteznek ilyen idézős late night-szerű műsorok, ez a klasszikus late night szerintem már annyira nem működik, vagy nem tudom, legalábbis így a mi generációk, meg az utána. Ez a David Letterman már nem annyira megy. Igen, hogy Fábri, ez már annyira úgy nem működik, igen. Szerintem ez a forma, ez így ebben a formában a late night. Ez valami hasonló szeretne lenni, és majd meglátjuk, hogy hova fejlődik, de hogy tényleg nagyon sok tervem van ezzel kapcsolatban, de hogy én imádom ezt a műfajt, tehát hogy én ezen nőttem fel, a németeknél azért ez nagyon erősen ott van, én a német tévézésbe szerettem bele, és az ilyenfajta dolgokba, és nem tudom, most éreztem az idejét annak, hogy nagyon szeretnék egy ilyet csinálni saját gyártásban, tehát hogy tényleg így ez nagyon a sajátom legyen, és azért is ennyire szívügyem. Ilyen Stefan Raab. Igen. Ja, igen, valami olyasmit mondom. Majd meglátjuk, hogy hova fejlődik, meg hogy most mit bír el egyáltalán. Egyrészt a magyar piac, meg így világszinten hol van ez a műfaj, ezt már nyilván meg kell találni. Mondom, főleg itthon, mert hogy itthon azért ez annyira, nem is nagyon csinálták még annó a Fábri, de az már teljesen más volt, mint amit például mi szeretnénk majd most csinálni. Szóval, hogy igen, izgalmasnak tartom, és mondom, én mentem, választottuk ki a stúdiónak a színét, ott festegettem, lefestettük először, akkor rossz szín volt, akkor így úristen. Jó, hogy azt tényleg te? Konkrétan néztem az első adást, megnéztem. Lesz belőle egy vlog egyébként, mert pont emiatt csináltam, végig ott volt velem a kamera, hogy ez milyen lesz ezt végigvinni, tudod, egy ilyen stúdiót megépíteni, hogy akkor kiválasztani a kivitelezőt, a színeket, akkor az hogy legyen, ez a lámpák, engem tökre a fotelek, tehát hogy így, de úgy mondom, izgi volt, és lefestettük először a stúdiót, és annyira ilyen almazöld lett, miközben ezt a mustárt akartuk, mivel, és itt ezt hűltük, hogy legalább van egy green stúdió. Berakhatunk bármit oda. Akkor kezdjük újra, akkor mentem be a színekkel, festettem fel. De várj, ez nem olyan volt, hogy elkezdted csak, és mondtad az egyből az elején, hogy oké, ez így nem lesz jó? Nem, úgy értem, hogy ilyen piciket, tudod, ilyen mintákat festettünk fel, először piciket, akkor a legközelebb vettünk, 4 új szín, nagyobban, máshogy mutat, tudod, és akkor szóval nagyon nehéz. De izgalmasod, és ettől így annyira magaménak érzem, mint hogy akár a saját lakásomban ülnék. Én azt láttam, hogy nem volt még feliratod, és akkor azért vágtak ki papírból az betűket. Az full igaz, igen, de szeretnék, és jön is majd egy ilyen neon tábla, majd csak nem érkezett meg, és akkor igazából minden kész volt a műsorhoz, a stúdiót is tök gyorsan összetudtuk
tudtuk rakni, hála azoknak az embereknek, akik segítettek, és akkor ott álltunk, hogy most, ne, ott miatt ne induljon el, hát ez tök poén, hogy akkor ne legyen ott, rakjuk, akkor fel, nem ezen fog múlni a siker. Mi stúdiónkban is lesz egy olyan, és lehet, hogy vannak ilyen prioritások. Ki kapja meg először. De hogy igen, de mondták, hogy most itt több hetet kell várni rá, lehet, hogy ti is azért vártok. Tehát, ilyen, mi is várunk. Azért mondom, hogy ez ilyen, nem tudom. Hányan dolgoztok ezen a műfőn egyébként? Tehát operatőrök, tehát hogy így az egész csapat. Nagyon pici még. Várjuk a szponzorokat, hogy nőhessen. Ezt mondtad a műsorban is. Egyébként csomó jelentkeztek, tehát hogy tök jó fejek voltak. Majd erről nyilván a következő istenesben beszélünk, hogy tök jó arcok voltak. De hogy még nagyon, nagyon kevesen dolgozunk, nem tudom, öten nagyjából, most át kéne számolnom. Tehát így konkrétan van ugye két operatőr, ilyen nagyjából, nagyságrendileg öt ember dolgozik rajta, igen. Milyenek szóval voltak az első visszajelzések? Pozitív volt. Hallottam mondjuk olyat is messziről, hogy nagy voltak. Tehát nem, alapvetően a legtöbb az hál' Istennek pozitív volt. Tehát, hogy így kedvelték, bírták. Nyilván megosztó volt, egyrészt a téma is nagyon megosztó volt, ugye a monogámiáról beszéltünk az első adásban, tehát szeretnénk is egy-két komolyabb témát is néha. Tehát, hogy alapvetően a humorra szeretnénk, hogy épüljön 80%-ban. Ne, komolyan! Ne! Legközelebb majd úgy nézzük. Igen, akkor. Igen. De hogy azért szeretnék egy-két komolyabb témát is néha, hogyha úgy van. Úgyhogy mi volt a kérdés? Hogy mikor leszünk a vendégei? Soha. Arra egyértelműen tudom. Van három szóval kanapé? Még három. Vagy csak egy van? Még három, igen. Kint nézhetjük kívülről. Igen, kint. Van egy olyan, tehát az epizódod alatt van egy olyan, hogy az operatőrtől tengeri beteg lettem. Igen. Az komment? Aha, komment. Szerintem ne, azt nem értem, nem tudom, azt valaki mondta. Szerintem igen. Arra gondolom, most mert tényleg megnéztem. És hogy mozgott direkt, olyan gondolom az egész műfaj, hogy ja, nem, picit, nem persze, statikus a kamera, persze. Hanem kicsit így mozog, hiszen arra gondoltam. Igen. Nem bírt a szegény. Hát rég nyaralt, már rég volt a tengernél. Még ami engem érdekelne, hogy nagyon sokszor látunk nálad focis tartalmakat. Nálad ez honnan ered? Honnan jön ez a nagy fociláz? Figyelj, én gyerekkorom óta focizom, volt idő, mikor az egész életemben majdnem versenyszerűen focisztam volt, amikor konkrétan ezzel kerestem a pénzemet, tehát NB3-ban. Kiállt az utcára, és akkor focisztán? És akkor focisztán, igen. Kalapba dobáltak. Igen, a Marien Placon dekázgattam. és így kerestem a pénzemet, igen. Szóval nem, imádom a focit, érdekel a foci, mondom, focisztam is, van olyan tervem, hogy majd, amikor egy picit még idősebb leszek, akkor biztos, hogy valami vidéki foci csapat edzője leszek. Van ilyen celeb foci csapat? Nem, van ilyen celeb, instán szoktam lenni, van ilyen celeb foci csapat itt. A celeb foci csapatban max te vagy, ez a művész. Ez a művész válik. A szarcsapat akkor. Te vagy a celeb FC-ben. Patrik kérdezi, van-e kedvenc foci csapatod? Van-e kedvenc? Hát figyelj, ez nekem olyan, mint itt Magyarországon a legtöbb embernek, vagy a Fradi, vagy az Újpest, nekem, mivel Németországban nőttem fel Münchenben, ezért nekem a Bayern München, tehát én ezt kaptam így. Úgyhogy nekem alapvetően a Bayern München az első számú. Ha? Tehát a kritikákról akkor volt kritika ugye a műsorom, most picit visszavezünk oda. Mi volt a kritika, rögtön mond, és akkor válaszolok. Nem. Tehát, hogy mennyire érintenek meg téged ezek a kritikák, a negatív kommentek, igazából a hétek kommentei. Tehát, hogy megérint vagy úgy, ahogy van igazából törlőd? Nem, én igazából őszintén van, időm sincs nagyon elolvasni. Meg nem is kap. Nem kaptam, tehát nem tudom milyen érzés. Van valaki, aki kiszedi neki. Egyébként én őszintén mondom, tehát mindig ezt mondom, ha valaki normálisan megfogalmaz egy kritikát, azt tökre elfogadom, és egy csomószor át is gondolom. Az lehet az utcaembere is, lehet egy szakmabeli ember is, mert én szeretem is a visszajelzést. Tehát én egyébként olyan ember vagyok, hogyha akár a műsorvezetés, vagy bármiről beszélünk, én mindig megkérdezem azon emberek véleményt, akik a környezetemben vannak, akinek adok a véleményére, és mindig nekem őszintén mondjátok el, az nem épít engem, hogyha minden azt mondjuk, hogy tök jó, mert tök szuper, stb. És nekem olyan emberek vesznek körbe, akik mindig elmondják, hogy ez most nem volt jó, ez most gyengébb volt, ez így lenne jó, de ebből lehet szerintem építkezni, meg tanulni. És ezt akár egy utcember is elmondhatja, mert neki készül a műsor, tehát ha ő mond egy normálisan megfogalmazott kritikát, akkor tökre bírom. Ezekkel a kommentelőkkel, akik a nyomorúságukat, igen, ott fejtik ki, azon én inkább jókat szórakozom, és nevetek, és egyébként... És törlöd. Nem szoktam. Ha látok ilyet, ha olvasok, akkor csak akkor törlöm, ha ilyen, tudod, ilyen olyan, ami tudod, hogy így haver, ez tudod, tehát hogyha csak úgy alapvetően szíd, akkor így nem. De pont ebből adódóan egyébként, mert beletrafáltál, hogy az első, vagy a következő istenesben akarunk egy ilyen a kommentekből valamit csinálni, egy kis zenécske. Várjuk, kíváncsian. Bence, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, nagyon jól éreztük magunkat.
Srácok, bocs a trollkodás az elején. Nem? Belefér, belefér. Legközelebb kicsit tovább húz majd. Igen, igen. Nem lesz legközelebb. Nem mertem már tovább húzni, pedig azt gondoltam, hogy egy pár percig azért hagyom ezt. Pár hét is találkozunk a műsorodban. Srácok, a kövi blogban tudtok velünk játszani, 077-1986-os számra tudtok nekünk üzenetet küldeni SMS-ben vagy Viberen. Igen, írjatok valami frappánsat, és jövünk vissza hamarosan, úgyhogy köszi szépen még egyszer. Ez a Trió, a péntek esti show. Ez itt a Trió, a 98.6 Manna FM-en. Vicces gyerek ez a Bence. Jó volt, jó volt. Jó arc volt. Jöttek üzenetek. Így van, Veronika azt üzeni, hogy sziasztok srácok, nem szoktam rádiót hallgatni, de miattatok elkezdtem, és a podcast is, tehát is mindig nézem, csak így tovább, nagyon jók vagytok. Köszönjük. Eszter üzeni, hogy kresszezés közben is hallgatlak titeket, imádom, hogy mindig feldobjátok a napom, most ezzel a Bencés kis blokkal nagyon feldobtátok a kedvemet. Köszönjük, Bence. Hát, tapsolt ennek a blokknak. Jó volt ez a kép blokk szinten. És lehet közben az egész kresztet éppen nem sikerült. Tudtátok egyébként, hogy most nem lehet, egyébként most jogsit lerakni? Most igen, igen. Már csak vizsgázni kéne, vagy valami, és nem teheted le. Mindent halasztanak. Viszont srácok, van egy játékosunk. Így van, elérkeztünk a játékoshoz. Halló! Halló, sziasztok! Szia! Kivel beszélünk? Iris vagyok. Szia, Iris! Azt a különleges neved van. Köszönöm szépen. De komolyan, nem, most komolyan, ezt most tök jobban mondom, tök különleges. Honnan telefonálsz? Hevesről. Honnan? Heves. Tudod, Bani, Magyarország. Bocsánat. Mivel foglalkozol? Én még tanulok jelenleg. Ó, mit tanulsz? Sima gimnáziumban vagyok végzős. Hanyadikos. Végzős. Okay. Jó van, Harry. Nagyon vallatunk téged. Hogy hallgatsz minket? Online nézel? Rádióba hallgatsz? Facebookon. Az a legjobb. Akkor látod az aranyérmeket, látod a Bencét. Tudunk játszani? Iris. Igen, tudom. Akkor jó. Ne is mondjuk el a szabályokat, vagy azért elevenítsük fel neked? De. Elevenítsük. Nem kell, köszi, hallgatok titeket mindig, szóval... Akkor ne olvastam az egészet, Ábel, csak mondd elé gyorsan. Jó, a többi hallgatónak elmondom, hogy tabuzni fogunk, ez egy olyan játék, ahol van egy szó, amit ki kell találnia a játékosnak, úgy, hogy mi körbeírjuk azt az egy szót, úgy, hogy nem használhatunk mi öt másikat. A kérdés az, hogy kivel akarsz játszani? Ábel. Jó. Ez az. Figyelj, nagyon fontos, egy perced van, vagy egy próbálkozásod van, tehát hogyha esetleg kevés az információ, akkor kérhetsz tőlem még. Információ, tehát ne kérdezz rá a szóra, hanem kérdezz inkább még plusz információ. Jó. Mehet, készen állsz? Jó. Egy perc indul. Igen. Figyelj. Trió. Tabu. Tabu. Nagyon izgulok. Ez egy olyan műsor típus a tévében, ahol sok-sok embert összezárnak. Igen, még azért folytasd. Az előző vendégünk is vezetett ilyen műsort. Igen. És arra megy rá az egész, hogy hogyan, milyen viszályok vannak az emberek között az együttélés folyamán. Teljesen átlagos embereket zárnak össze, és ez egy műsor típusnak a megnevezése. Nagyon jó. Valóságsó. Így van! Nagyon szép! Nagyon jó. Ábel azért félig hibáztás, Barnival van egy miért? Mert jó, a tévében, jó. És ott a tévészó. A kereskedelmi tévét nem mondhattad volna ki, te azt mondtad, azt hiszem, hogy televízió talán. Nem, tévéműsort mondtam, nem, hagytuk, de így is úgyis megnyerte a hallgató, úgyhogy nagyon ügyes voltál. Nagyon szép volt, köszönjük. Nagyon-nagyon fontos, köszönöm, hogy... Szépen. Nagy, mi köszönjük, hogy játszottál. Nem kell vonalban maradnod, hanem vissza fogunk hívni egy fél órán belül, legyél a telefon közelbe, és ha hívunk, akkor vesz felét, és megbeszéljük a részleteket, hogy hova küldjük az ajándékcsomagot, és gratulálunk. Rendben. További szép hétvégét, és köszönjük, hogy hallgatsz minket mindig. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük, köszönjük. Szia! Szia! Srácok, azért dicséret jár nekem? Tehát azért egy tapsi is? Nagyjából. Azért rontott? Jó, de... legyen. Jó, nem volt annyira tökéletes, nem, mint a helynek. Jó, nem, ez a jó végén volt. Kicsit ott már azért az kifáztad. Így, hogy... Tehát, hogy olvastam a szavakat, de nem úgy volt kiírva a tévé, hogy TV, hanem TV. Tehát, hogy... Ja, tehát nem tévére gondolod. Az öt nyelv miatt van, fogd arra, az menni. De nem az, hanem hogy nem volt annyira vizuális, mint amikor egy nagy T és egy nagy V betű van. De és azért rossz lehet. És azért mondtam ki. Egyébként mekkora kő eset lesz életről, amikor nem téged hívtak, Barni, vagy téged... Én örülök neki, hogy engem nem hívtak. Ez ilyenkor nagyon... Tehát, hogy... Jó, valljuk be, Harry a legjobb szerintem ebben. Utána... De amely a legtöbbször játszott. Az igaz? Az igaz? Lehet, hogy több gyakorlatod van benne. Igen. Srácok, én háromszor játszottam, ez kétszer. Én egyszer.
Jó, azért ez az nagyon rossz. Úgy mondjátok, hogy gyakorlatilag, hogy 16 éve tabuznék minden hétvégén. Lehet, hogy otthon gyakorolt. Nem, nem. Te hétvégén te ezen a programom, de nem így van. Mi a hétvégi programod most például? Most ez komoly? Ah, igen. Őszintén? Igen. Mereven fogok háton feküdni, mert annyira fáj a bordám, hogy most is csak nevetek, még ezt a két órát megfogatom, hogy kibírom, de ez szúra tüdöm. Az a mész és sírsz. Hát körülbelül szúra tüdöm nevetésnél. Az jó, az biztos egészséges. Jöttek üzenetek közben, gratulálok minden eddigi sikereitekhez. A továbbiakra is hasonlókat kívánok nektek. Ezt Júlia írta nekünk, nagyon szépen köszönjük. Patrik üzente, hogy a mai játékosnak üzeni, ne izguljon és hajrá. Hát ezt egy picit később olvastuk be, de utólag de azért megkapja a siker. Reméljük nem fog izgulni. Így van. Írtak még olyat is. Hú, micsoda szóvicek vannak itt. Nekem volt olyan, hogy rendeltem egy egérpadot, és egy egér volt a csomagban. Az igen, ez arra reflektálva... Legalább neki tetszett. Ez arra reflektálva, hogy kérdeztük, hogy milyen rendeléseink voltak, és volt-e olyan extra dolog a csomagolásban, amit így nem vártunk volna. Ez az egérpad, egér dolog, ez azért, ezt nem hiszem el. Kint ment egyébként egy sziréna, lehet most fognak majd elvinni minket. Jött még egy olyan üzenet is, hogy sziasztok, hogy vagytok, én itthon fekszem, betegen remélem. Jó, jó, minden, nagyon szépen köszönjük, Ricsi, neked pedig jobb bulást kívánunk. Reméljük nem covidos vagy, mert az Hát, sziasztok srácok, eszét kell írni olyan média szereplőkről, akiket valószínűleg az idősebb korosztály már nem ismer. Én rólatok írtam a dolgozatomat, egyesével és a trióról is szó esett. Köszi srácok, meglett az ötös, királyok vagytok. Tapsolt, a mai adás is szuper. Köszönjük Zoé. Zoé küldte. Ez... Kíváncsi vagyok, hogy mit írt rólunk azért, de... Van példa, három srác. A példa, amit ne kövess, a legrosszabb. Van három srác, nem ismerik őket. Csak jól indul. Nem, szerintetek mennyien ismernek minket? Én mindig azon agyalok, hogy azért nagyon sok fiatal nézőnk van, és biztos, hogy azért a szülők a fiatalokon keresztül megismernek minket. Szóval, hogy talán még azok annyira a bohócsak a YouTube-ra. Igen, hogy talán még annyira nem vagyunk ezek a de nagyon új generáció. Mainstream, a mainstream a jó szó, hogy más ismertnek lenni az interneten, és más mainstream médiában ismernek igen. lenni. Nem vagyunk istenes, Bence. Hát nem, jó, tehát a Bence azért tényleg Bence egy... Bence szerintem top 2. Igen, tehát a kategóriában ott van a top, mondjuk top 3-ba. Legyen top 1. Mi a trió kategóriában? Már bejött hozzánk, legyen top 1. Ben volt nálunk top 1. Mi meg a trió podcast be top 3-ak vagyunk. Mi? Ez kimondta. Viccen kívül, így a régi lovasok közül, vagy hát így a nagy lovasok közül így a tévében, én mondjuk ilyen 4-5 darab műsorvezetőt tudok felsorolni, aki tényleg régóta ott van a tévében, és szerintem jelenleg is ők viszik az egészet. Hát Balázsó is volt azért, szóval... Egyébként beszéltünk Opráról, az Opra igazából egy színvonalasabb Mónika show. Tehát, hogyha úgy veszünk, sokkal komolyabb sztárvendégekkel, meg is van a... minden van. Pont a Árdbály Csabiéknak hallgattam a podcastjüket, és ők mondták, hogy egy különbség van a kettő között, a Oprában minden foga megvan minden vendégnek. Amúgy erőt eszembe, hogyha már Mónika Show, régen nyilván egy-két részt láttatok ti is, Balázs Show, Mónika Show, melyiket szeretitek jobban? Komolyan, melyiket szeretitek jobban? Balázs Show-ba? Jaj, tudom. Induljon a fal. Igen, a Balázsnál a fal azért az nagyon sokat hozzátett. Amikor például ott hallgatózott valaki, akiről elmondtak mindenféle rosszat, és akkor elhúzták a falat. Megcsaltad? Hát gondoltam, nem tudta, hogy ott van? Nem. Én azon agyáltam, miért nem tört át soha senki azt a falat? Hát... Szóval utána ott voltak bunyók, miért nem volt, hogy valaki felállt, aztán már nem bírt magával. De szerintem amúgy akkor, amikor a felvételek voltak, még nem tudták, hogy ott egy... Tehát amilyen szögből ők besétáltak, én ezen sokat gondolkoztam, szerintem ők nem látták, hogy ott az egy... Azt hitték, hogy ez egy díszlet, tehát ők nem látták, hogy ott székek vannak, csak sétáltak be, közönség, ott vége van a székeknek, és ennyi. És nem sejtették, mert akkor még nem láttak Balázsót lehet. Tehát, hogy amikor még az elején fel... Jó, de mondjuk, részt ott leül a fal mögé, és hallja, hogy a túloldat beszélnek. Ja, hogy onnan nem történik. Ja, bocs, igen. Hát azt én nem tudom. Tehát amikor így megcsaltad a párodat, hú, hát így körbenéz, hogy nincs a tutja a közönség. Igen. De mondjuk ezt sem értem, hogy tévében elmondja. Azokat bírtam, amikor eleve úgy jöttek be, hogy már rögtön elkezdtek bunyózni. És egymásnak estek. Ja, egyszer volt, hogy az lehet, hogy nem a Balázs, de a Balázs volt, hozott egy rózsát, odaadta a rózsát. Fog meg, léci. Meg olyan is volt egyébként a Josi barátnő, hogy minden problémát meg tud oldani. És a végén azt mondta az egyik műsor a végén, hogy ez megoldhatatlan. Vagy ilyenek is voltak. A barátunk se tudta megoldani. Meg amikor
A biztonsági őr lefogja az embereket, hogy a kanapét ne dobja neki. Bár meg a kedvenc, amikor a biztonsági őrnek, amit üvölt, az belehaladszik a mikrofonjába a vendégnek, és hogy maradja ott a jeden, maradja ott a jeden, mert tudod, a biztonsági őrön nincsen mikrofon, csak behaladszik, mert üvölt velük, maradja ott. Színvonalas műsor, színvonalasabb, mint a miénk, az biztos. Nem lehet összehasonlítani egy amerikai, tehát a tök igaza volt ebbe a Bencének, hogy ugyanannyi, tehát hogy ugyanazt a színvonalat kell hozni itthon, igen, sokkal kevesebb pénzből, mondjuk egy X-faktort nézünk, kint van rá 100 milliárd dollár, itt meg van rá 100 millió forint, tehát hogy, és ugyanazt az elvárja a színvonalat a műsor. De mondjuk lenne egy ilyen, mint a Mónika show, meg Balázs show, csak mondjuk trió showba, na ott mi menne? Lehet, mi is beszállnánk. Lehet, hogy akkor a tévét megint néznünk. Hát meg a bordája mindenkinek szét. Írjatok srácok még nekünk üzeneteket, 077-1986, még jövünk vissza egy nagyon rövid kis beszélgetéssel. Ez a Trió, a péntek esti show. Hogy éreztétek magatokat, srácok, összességében gyorsan? Fájt a bordán. Amúgy feltöltöttem, tehát a Bence akkora energiabombát hozott ide be, hogy így totál előtte, jó, lehet a kávé is közbe szólt, amit Bence előtt megittam, de hogy... Még az a hat darab energiát, nem? Nem, az nem. De hogy ahogy tényleg így bejött, és így... Nem tudom, ilyen energiát varázsolt. Ehhez van hozzászokva, a kézzel 51, mint több száz fős vagy több ezer fős közönség, és meg kell őket mozgatni. Hogy de mondta is, hogy még miatt kimegy az élőadásba, ordít egy hatalmasat. Lehet, ott lentről a pincéből az jött egyébként. Lehet, hogy itt előttünk is ordított, mert annyira izgult, hát láttuk, hogy nagyon izgalmas volt neki. Jöttek üzenetek. Bence azt üzeni, hogy ha lenne triósó... Istenes Bence? És nem. Ír a kocsiba. Ad élvezet. Hú, srácok, még nem volt elég. Takács Bence, ha lenne triósó, és ott lenne tabu, akkor ott azon törne ki a verekedés, hogy kit fognak választani. Jó. Misi, a Balázsóban volt olyan rész, amikor ketten bejöttek a stúdióba, az egyik a fal mögé ült, a másik normálisan a közepére, és miután elhúzták a falat, a fal mögötti embert halkan kicserélték, és miután visszaengedték a falat, már más ült ott. Nagyon komplikált. Nagyon késő, és nagyon komplikált. Annyit hallott, hogy fal. Fal és kicserélték. De az a baj, hogy kicserélték a falat. Hogy... Próbáltam tovább olvasni, de hallottam, hogy már elveszítették az elején. Tehát, hogy... A harmadik falnál már nem értettem. Falat cserélték, hogy az ember? Nem, a falatta a másikat. Hú, érződik a hétvége szerint. Leköptél, azt vágod? Nem csak téged a mikrofon. Ne haragudj. Hát annyira jövő héten lehet egyedül leszek akkor. Nagyon sok mindenről volt szó. Volt ugye pók a csomagban, a csomagolásban. Azt hittem csomag a pókban. Hú, srácok. Szó volt egy hercegről és Harryről. Harry nem hercegről. Rólad. Nem a magyarról. Illetve Photoshopról. A Photoshopos téma egyébként szerintem tök ilyen, így mi is tudtunk vele így nagyon azonosulni. Persze, mert minden edet fontosan. Persze, valamiképpen nincs fejem. Vagy amúgy neked vannak olyan képeid, hogy háromszor olyan hosszú nyakad rajta. Há persze, de az nem Photoshop. Meg amikor a lábad úgy hajlik, meg a medencébe, hogy így nem lehet hova tenni. Jó, de azok ilyen vicces képek. Nem kezd, ja. Mert legalább te nevetsz rajta. Azért neked szoktam. Is csináltam ilyet, azt mondtad, tetszett. Hát igen, és a népnek is tetszett, amikor le voltam zárva. Hát ez a lényeg. Srácok. És tudjátok még, mi tetszett nekem? A mai műsor. Nagyon. Illetve most nagyon hiányozni fogtok, jövő hét péntekig nem találkozunk, srácok. De jó, végre. Végre. Leszek. De hát hétfőn találkozunk, nem? Jó. Na, srácok, nagyon-nagyon jó hétvégét kívánok nektek, és minden hallgatónak is nézőnek. Ami mielőtt félreértik, ezt vízből gondoljuk ezt a júlyozást, tehát hogy nehogy azt higgyétek, hogy persze, tök persze, jó. Tök imádjuk egymást. Csak még mielőtt azt higgyétek. Köszönjük, hogy itt voltatok. Jó hétvégét, szép hétvégét. Sziasztok. Ladies and gentlemen, Abosi Barné, Henry Kettner és Török Ábel. Trió. Két órás élő show a 98.6 Manna FM-en minden pénteken 19 órától. Tudjuk, mit csinálsz péntek este.